1956. október végi és november elejé események Komárom városát is érintették. Számadó Emesével beszélgetek, a Klapka György Múzeum igazgatójával. Hogy vette ki a részét Komárom az 56-os forradalmi szabadságharc idején? Magáról az eseményekről egyébként 2016-ban gyűjtöttük össze az információkat, egyrészt a szemtanúk, a résztvevőktől, illetve a levéltári kutatásokból, ugyanis akkor az események 60. évfordulóján csináltunk egy emlékkiállítást, és egy kötetet is ehhez a kiállításhoz. Az esemény történetet egyébként Válint Zoltán tanár úr, aki a Széchenyi szakközépiskolának volt akkor még a történelem tanára, most már nyugdíjban van, ő gyűjtötte össze, és ezen a vonalon indultunk el az esemény történet kicsit részletesebb megismerésében. Azt tudjuk, hogy ugye az október 23-ai budapesti tüntetés, illetve az október 25-i parlament előtti vérfürdőről az egész országban, így Komáromban is, a rádióból, a vasutasoktól, az ingázóktól, postásoktól értesültek a helybéliek, tehát mint említettem itt Komáromban is, és a 25. parlament előtti vérfürdőnek következtében október 26-án délelőtt egy budapesti, a forradalom melletti szimpátia tüntetés szerveződött Komáromban. Talán a mélyépítő vállalat és a épületkarbantartó KTS-nek a munkatársait kell kiemelni, hiszen ők kezdték a szervezést. A szervezők felkeresték a komáromi gimnáziumot, a Jókai gimnáziumot, ez akkor a Petőfi iskola épületében működött a gimnázium, és kértek Németh László igazgatót, hogy a diákokat engedjék ki erre a békés tüntetésre. Az igazgató megkonzultálta a tanárokkal a kérést, és úgy döntöttek, hogy rendben van, mehetnek a diákok, azzal a feltétel, hogy a tanári kísérettel, illetve hogy a munkás tömegek egyéb más munkás emberekkel nem vegyülnek a tüntetésre. Során. Ekkora a menet elindult a Mátérok úton, és a Lengyárig mentek. Ugye a Lengyár volt az egyik legnagyobb foglalkoztató a városban. A régiek közül, tehát a 45 előtti üzemek közül, ilyen volt még a Malom, illetve a Vasöntöde, valamint a Méntelep, ami ekkor már félkatonai szervezetként működött. 45 után létesült üzemek közül az állami gazdaságok, a Belsped fuvarozó társaság, a kenyérgyár, az épületelemgyár és a Komáromi nyomda volt, talán ezek a legnagyobbak, és hát ezeknek a dolgozói vettek részt elsősorban a tüntetésben. A lengyárhoz érve, illetve az úton a Kossuth nótákat énekeltek, nemzeti színű zászlókat lengettek, és a lengyárhoz érve ott először is az épület falán lévő vörös csillagot lefűrészelték, illetve a rádión keresztül agitálták a dolgozókat arra, hogy álljanak be hozzájuk a budapestiek melletti békés tüntetésre, vonuljanak ki. Az emberek abbahagyták a munkát, nagyon sokan csatlakoztak hozzájuk, főleg a fiatalabb korosztályból, illetve van, aki hazament, mivel hogy befejeződött a munka. Innen a Szabadság térre mentek, az akkori Szabadság tér, ez a mostani Jókai tér, és itt állt a szovjet hősi emlékmű, nagyjából a mostani 56-os szobornak a helyén. Ezt megpróbálták előbb kézzel ledönteni, aztán teherautókkal, kötelekkel elhúzni, tehát a kötél elszakadt, aztán láncokat szereztek, illetve a hajósoktól ilyen erős hajós kötelet, és ennek a segítségével végül sikerült ledönteni a szobrot, de mindezek előtt a szobor tetején lévő vörös csillagot lefűrészelték. Az elején volt egy saló és kalapács, illetve az orosz nyelvű felirat, ezeket pedig levésték. Ugye maga ez az emlékmű 1947-ben épült, ez egy csonka gula alakú 6 méter magas emlékmű volt, mint említettem, a tetején volt a vörös csillag, és az elején egy szovjet, egy orosz nyelvű felirat, ami arról szólt, hogy, tehát a magyar fordítása, hogy örök hála a hős szovjet hadseregnek és az elesett katonáknak a német fasiszták ellen vívott harcban, kivívták a győzelmet, eddig még így rendben is van, és szabadságot hoztak. Na ez az, ami már ugye a szabadság helyett valójában, mint tudjuk, megszállást hoztak az ideiglenes állomáshoz a szovjet hadseregek, Komár 11 éve nem csak Magyarországon, de Komáromban is állomásozott, hiszen a monostori erődben egy hatalmas nagy hadianyag raktár volt, amelyet ugye utólag tudtunk meg, hogy Közép-Európa a legnagyobb szovjet hadianyag bázisa. A huszár laktanyában, a lovas laktanyának a déli rész
részében pedig a 20-as pontonos szovjet alakulat állomásozott, míg az északi, a főútfelüli részében pedig a 82-es magyar műszaki zászlóalj. És úgy folytatódik a szöveg, hogy szövetségbe léptek a felszabadított népekkel Európában. Tehát ez a szöveg, amelyet levéstek, mielőtt ledöntötték volna az emlékművet. Amikor ez megtörtént, akkor Mohácsi Gyula pedagógus, aki az egészet gyakorlatilag végigvezette, az egész tüntetést, azt mondta egy teherautó tetejéről, hogy az idegen szimbólum ledőlt, ezekben a történelmi órákban szívünk teljes melegével állunk Budapest hős ifjúsága, munkássága és honvédsége mellett. Tehát ez is mutatja, hogy gyakorlatilag ez egy szimpátia tüntetés volt a budapesti események mellett. Innen elmentek a laktanyához, ugye említettem, hogy a főúti részén a magyar katonák voltak. Csomos Miklós százados, aki az alakulatnak a politikai tisztje volt, fogadta az embereket, arra kérték, egyrészt megtagadta a fegyvereknek a kiadását, amit kértek, és arra kért mindenkit, hogy nyugalomban folytassák a tüntetést. Itt elénekelték a himnuszt, és Falkas János, aki ekkor katona volt itt a laktanyában, az ő visszaemlékezéséből tudjuk, hogy miután a tüntetők a katonákat is a csatlakozásra kérték fel, néhányan át is ugrottak a kerítésen, és csatlakoztak hozzájuk, mások pedig maradtak nyilván a laktanyában. A rendőrségrehez kanyarodva elmentek a hídhoz, majd onnan pedig elmentek a hősök terére, ez a mai Szabadság tér, ahol megint csak Mohácsi Gyulát kell idéznem, aki azt mondta, hogy bocsánatot kérünk tőletek, magyar hősök, hogy eddig megfeledkeztünk rólatok, hogy ugyanis 45 után nem lehetett az első világháborús hősi emlékműnél megemlékezni és azt koszorozni. Ezt követően ugye a tanácsháza előtt gyűltek tehát össze, ahol a végrehajtó bizottságnak az elnöke, Szabó Imréné, akit egyébként mindenki csak Nadi néninek hívott, megpróbált szólni a tömeghez, de lehurogták, majd bementek az irodájába, és megválasztották az ide ellenes munkás és katona tanácsot, amit egyébként nemzeti tanácsnak is neveztek, tehát mind a két néven futott ez a tanács a városban. Ennek az elnöke ekkor Mohácsi Gyula lett, másnap pedig megválasztották a végleges nemzeti tanácsot, vagy munkás és katona tanácsot. Ennek az elnöke Cidina Béla lett, az alelnöke Kesszeg Zoltán, a titkára Erdélyi László, és a tagok között volt Duliskovics Sándor, Horváth László, Müllenkampf József, és a katonai városparancsnok pedig Csomos Miklós százados lett, akit már ugye, akivel már találkoztunk a laktanya esetében. Ez a tanács, ez egészen november 4-ig a járási rendőrkapitányságon minden nap állomásozott, és október 30-án kiadtak egy Szabad Komárom című lapot, amelyben 4 pontban foglalták össze a követeléseiket. Ez a következők voltak: a szovjet csapatok záros határidőn belül vonuljanak ki, a komáromi vasutasok a szovjet csapatok kivonulásának megkezdéséig nem indítják meg a teljes üzemeltetést, a jelenlegi kormány összetételével nem értünk egyet, eszmei harcot indítunk a többpártrendszeren alapuló állandó kormányért. Az üzemekben is megválasztották a munkástanácsot, majd október 28-án Róna János és egy társa egy rádió adóvevőt telepített a tanácsháza épületébe, amelyet Érsek János működtetett, egy amatőr rádiós volt. Az élet visszatért a kerékvágásba, az emberek dolgozni jártak, és közben a helyi evangélikus lelkész dr. Sulek Tibor felesége által készített Kossuth címeres kitűzőt hordták. Állítólag még a rendőrök is a sapkarózsájuk helyére ezt tűzték ki. Ez a helyi trafikban lehetett hozzájutni. Aztán november 4-én Komáromban is megjelentek a szovjet tankok, nem a helybéliek, hanem székesfehérvári alakulat érkezett, megszállták a stratégiailag fontos helyeket. Gyakorlatilag atrocitások nélkül zajlott ez az esemény, egyedül a postának az ajtaját robbantották be, mert azt valahogy nem tudták feltő, nem tudtak másképp bejutni a postára. Aztán november 9-én, tehát ugye említettem, hogy megszűnt november 4-ével a Komáromi Nemzeti Tanácsnak a működése, viszont létrehoztak egy 12 tagú összmunkás tanácsot, amelybe a város összes üzemének a képviselője, vagy küldötte, képviseltette magát, és november 12-én megjelent a járási karhatalom a városban, és ők 1957 április közepéig a városban maradtak, és hozzájuk kapcsolódik Komárom egyetlen tragikus esemény,
eseménye, ez pedig november 13-án, tehát mindjárt megjelenésük utáni napon történt. Nehéz erről beszélni, mert igazándiból nem lehet tudni, hogy mi váltotta ki az eseményeket, hiszen ami egészen biztos, hogy megtörtént, hogy november 13-án Csémi Máté munkás és Szemereki Zoltán rendőrnyomozó rendőrségnek a fő bejáratánál beszélgettek vagy álltak egymás mellett. Ez a rendőrségnek a régi bejárata, tehát az Igmándi úti bejáratát kell érteni ezen, és a szembe lévő utcából, a mai Kelemen László utcából egy terrorautó tetejéről karhatalmisták egy sorozatot eresztettek beléjük. Csémi Máté azonnal meghalt, Szemereki Zoltán pedig két hét múlva a kórházban. Szemereki Zoltánról azt kell tudni, hogy ő tatabányai rendőrségen dolgozott és bűnügyi nyomozó volt, és a daktiloszkópiának a szakértője, ugye ez a személyazonosság megállapítása az új lenyomat alapján. Ez akkor még eléggé gyerekcipőben járt egyébként ez a tudomány. Tehát mind a ketten meghaltak, úgy gondolom mind a ketten ennek a rettenetes eseménynek az áldozatai, és ugye mind a két családnak másképp mondták el a kiváltó eseményeket, másképp tudják a kiváltó eseményeket, és a karhatalmista jelentésben is, ami egyébként nem november 13-ára, hanem értetetlen módon december 15-ére rakja ezt a tragikus eseményt, tehát a hivatalos karhatalmista jelentés, abban egy harmadik féle változat szerepel, hogy mi váltotta ki, de én azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy mind a ketten ennek a rettenetes karhatalmista tevékenységnek az áldozatai voltak. November közepén és december elején két vers terjedt a városban röpirat és környékén röpirat formájában. Ezeket Horváth László hozta, ugye említettem, hogy ő a Nemzeti Tanácsnak volt a tagja Budapestről. A lengyárban három ifjú hölgy, gépírónők és egyéb beosztásban lévők gépelték, és többek között ők is teljesztették. Aranyosi Erzsébet, ifjú Cidina Béláné és Valócki Erzsébet voltak, akik gépelték és teljesztették. Mások is teljesztették, de például Valócki Erzsébet Ácsra hazafelé menet a vonaton, illetve az állomáson teljesztette ezeket a röpiratokat. Ez a Kádármi atyánk és a tankokon nyargaló hős szovjet katonák című versek voltak, amelyeket ők gépeltek. Aztán december 11-12-én részt vettek a Dunántúli Munkástanács által kezdeményezett 48 órás munkabeszüntetésben a komáromiak nagy része is. Ezt követően mindenki visszatért a munkába, és tulajdonképpen december végére már az események lecsillapodtak, és Komárom visszatért a rendes, normális kerékvágásába, vagyis az élet a rendes kerékvágásba. Nem szabad azonban elfeledkeznünk, azért mi itt vagyunk a határon, és ugye a határ túloldalán is van, és volt is egy másik Komárom, ez a csehszlovákiai Komárom. Csehszlovákiának a megítélése, a hivatalos megítélése az egyértelműen egy ellenforradalom volt. Nagyon féltek a csehszlovák vezetők, hogy esetleg az ottani ellenzékiek ötletet kapnak a magyarországi eseményektől, tehát féltek egyfajta felkeléstől, és mindenféle eszközzel próbálták ellenforradalomnak beállítani a magyarországi eseményeket. Az új szó, amely ugye az egyetlen magyar nyelvű folyóirat volt, folyamatosan a csehszlovák központi propagandát közvetítette az eseményekről, és már a Horthy korszaknak a visszatértét vizionálták, tehát próbálták elrettenteni az embereket attól, hogy szimpatizáljanak a magyarországi történésekkel, és hát próbálták hivatalosan is rávenni az embereket, hogy elítéljék az eseményeket. Többek között ez történt október 25-én a Selye gimnáziumban, ahol a magyar tannyelvű pedagógiai iskolának volt a székhelye, illetve ott tanultak a pedagógiai, magyar nyelvű pedagógiai iskolások, és a Csehszlovák Kommunista Pártnak az agitátorai egy gyűlésre hívták össze a diákokat, és ott elmondták, hogy hát micsoda ellenforradalmi tevékenység van Komáromban, és azt el kell ítélni, Komáromban, tehát Magyarországon, és azt el kell ítélni, és arra akarták rávenni a diákokat, hogy aláírásukkal ismerjék el a hivatalos álláspontot, erre ők nem voltak hajlandók. Súlyosabb következménye talán nem lett, de azért szigorított érettségi vizsgát kellett tenniük a diákoknak, illetve a tanáraikat és az iskolának az igazgatóját még hónapokig megfigyelés alatt tartották. Ezt a történetet egyébként dr. Körtvélyesinél, dr. Rózsa Piroskától tudom, aki az Észak-Komáromi, Révkomáromi protestáns nőegyletnek az elnöke, és ezt a bátor helytállást egyébként 2006 óta egy emléktábla is jelzi a Selye gimnázium.
hogy mi történt a magyarországi komáromi eseményeknek a résztvevőivel. A munkástanácsnak a tagjait börtönbüntetésre ítéltek, illetve valakit felfüggesztett börtönbüntetésre, illetve a közügyektől való eltiltásra. Érdekes volt, tudni lehetett, hogy kicsoda, hiszen tehát az újságjaikon szerepeltek a tanács tagjainak a nevei. Ugyanakkor a szobordöntőket nagyon érdekes módon lehetett azonosítani, ugyanis a szobor mögötti háznak padlásával egy Gáspár nevű fényképész végfotózta az eseményeket, aki aztán november 4-e után, hogy önszántából le vagy sem, azt nem tudjuk, de átadta a rendőrségnek a fotókat, és ez alapján gyakorlatilag mindenkit lehetett azonosítani, aki tevékenyen részt vett a szobor döntésben. Németh Kálmán és társai ellen folyt a büntetőper ez ügyben, összesen 10 személyről van szó, akiket börtönre, illetve felfüggesztett börtönbüntetésre és közügyektől való eltiltásra ítéltek, illetve miután 1957. februárjára már helyreállították a szovjet hősi emlékművet, ez egy kicsit másfajta alapú és alacsonyabb ilyen zömökebb emlékmű lett, ennek a helyreállítási költsége 50 000 forint volt, és ezt az 50 000 forintot ezt ráterhelték az elkövetőkre, tehát erre a 10 személyre évekig fizették havi törlesztésben. Ha jól tudom, akkor 750 forint körül volt a havi törlesztődíj, és nem sokkal több volt ennél a keresetük ezeknek az embereknek, tehát igencsak megviselte a családanyagi helyzetét. Beszélnünk kell azokról, akik komáromiak, ám de nem Komáromban vettek részt az eseményekben. Ilyen például Sirc János, aki a Műegyetemen volt egyetemi hallgató, és ő nyilván ugye a műegyetemisták által kezdeményezett eseményekbe így keveredett bele. Beszélnünk kell dr. Pák Tiborról, aki szintén komáromi születésű, a Csepel autógyárban dolgozott műszaki idegennyelvű fordítóként. 25-én ott volt a parlamenti vérfürdőnél, és a lábát találat is érte. Valószínűleg, hogy a kórházi kezelésben részesült, és így kerülhetett bele a neve az elkövetőknek a listájába. Nagyon sokáig gyűjtötték ellene a bizonyítékokat. 1960-ban, tehát 4 évvel az események után tartóztatták le, és 1971-ig volt börtönben, illetve pszichiátriai kezelésen, tehát ez azért nagyon sok idő, ez a 11 év, úgy gondolom. Komárom egyetlen megtorlások során kivégzett hőse, az pedig Ács Lajos, aki ugye 1938-ban született Komáromban, és a budapesti eseményekbe keveredett belől november 7-éig, 56. november 7-éig fegyveresen harcolta a szovjetek ellen is, majd 57-ben a Kádár ellenes agitációs csoportban volt benne, és hát gyűltek nyilván ellene a rossz pontok, és 1959. március 20-án tartóztatták le. Ekkor már katona volt, mert behívták katonának. Vannak olyan vélemények, hogy azért hívták be katonának, hogy így ugye a katonai törvényszék ítélkezett felett egy sokkal súlyosabb ítéletet lehetett mondani, és ez a súlyos ítélet, ez pedig a halál volt, és 1959. szeptember 8-án ki is végezték ezt a mindössze 21 éves fiatalembert. Hogyha polgári törvényszék ítél fölötte, akkor valószínűleg, hogy börtönbüntetés lett volna idézőjelben csak a büntetése. És hát a végére hagytam a lengyári röpiratoknak a lengyári gépelőit. Ez a 3 rendkívül bátor ifjú hölgy 20 évesek voltak csupán. Ők felfüggesztett börtönbüntetést kaptak, de tudjuk, hogy még évek múltán is, még a 70-es évek elején is ilyen nagyobb ünnepek előtt őket a rendőrség mindig begyűjtötte, elvitte, felkereste, ugye figyelmeztette, hogy nehogy valami rosszat tegyenek esetleg. Ők hárman, tehát közülük Valócki Erzsébetről tudom azt, hogy a bírósági tárgyaláson, az utolsó szójogán megkérdezték őt, megkérdezte a bíró, hogy még egyszer megtennie azt, amiért itt a bíróság előtt áll, és akkor ez a fiatal 25 éves hölgy azt mondta, hogy igen, megtenném. Miért kérdezte a bíró? Azért, mert magyar vagyok, válaszolta.